Több mint 40 motoros Mikulás hajtott be konvojban a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház kecskeméti székhelyére, hogy meglepje a gyermekosztályon gyógyuló kicsiket vasárnap kora délután. A motorosok Mikulás és Krampus jelmezben érkeztek a kórház parkolójába. Játékokat, plüssöket, csokoládét hoztak magukkal. A parkolóban Vidéki Nagy Renáta, a gyermekosztály vezető ápolója köszöntötte őket. Az önkéntes résztvevők között több kórházi dolgozó is van, így az idei program tervezése során felmerült az igény egy rendhagyó gyermekosztály látogatásra. Az egyik főszervező Dezsőfi Mónika, a központi anesteziológiai és intenzív osztályvezető ápolója, a motorozás szerelmese volt. A bátrabbak felülhettek a motorokra és fényképezkedhettek a mókás megjelenésű szelíd Mikulásokkal és Krampuszlányokkal.